Sziasztok! Sziasztok! Ez itt a Wi-Fi tesztünknek, a 2021-es nagy összehasonlító tesztünknek az első olyan adása, amiben kitárgyalunk egy access pointot, méghozzá a Cambium Networks XV3-asát, amiről előjáróban annyit érdemes elmesélni, hogy ez a Cambium Networks és Cirrus házasságának az első gyermeke, mert hogy ez, ha minden igaz, akkor még a Cirrus boszorkány konyhájában készült, de már a Cambiumosok érájában lett kiadva a termék. Ez egy high-end AX-es AP. Mit kell róla tudni, Peti? 8x8-as 5 gigás rádióval rendelkezik, ami SDR-es rádió, tehát azt jelenti, hogy szoftveresen szét tudjuk bontani akár két darab 4x4-es rádióra, és külön frekvencián is mehetnek ezek. Ezen kívül AX-es 160 MHz-es csatorna szélességet tud 5 GHz-en, és 2-4-en is támogatja az AX-et. Tehát 8x8-as 5 gigán. 2 gigán, viszont ez 4x4-es. Aha, oké. Rendben, akkor egy elég erős 2 gigás rádió van benne, egy top of the line 5 gigás rádió van benne. És 5 gigabites Ethernet porttal rendelkezik. Így van, ami még nagyon fontos, mert itt azért a gigabit feletti eredményeket is el lehet érni. Itt már van értelme a két és feles, vagy inkább itt az 5 gigabites portnak is. Minden egyéb finomság, ami az AX-el jön, az van, VPA 3, vagy egyéb UFDMA értelemszerűen benne van, BSS coloring, minden olyan feature, amit hozott az AX, az benne van. Nézzük, hogyan is mérünk. A mérési eljárás során az access point irodát vettük alapul, ahol kettő darab access pointot helyeztünk el a megadott helyekre. Ezeket értelemszerűen más-más frekvencián üzemeltettük, és a lehető legszabadabb frekvenciákat választottuk ki. A mérés során bevetettünk egy elég erős asztali számítógépet, jó vezeték nélküli PCI Express-es kártyákkal, ez volt a referenciamérésünk, és a referenciamérésen felül még 11 darab mérési pontunk volt, amit három különböző klienseszközzel mértünk, az Access Point irodának különböző pontjain. Így van, a kliensek között volt 2x2-es AX-es iPhone, 3x3-as AC-s MacBook, és egy 2x2-es AX-es notebook, egy Windows-os notebook, egy Asus, ami az egyedüli volt, ami tudott 160 MHz-en is csatlakozni, ez a mért értékekből majd értelemszerűen látszani is fog, és ezen kívül pedig a méréshez nagyon fontos és hozzátartozik, hogy egy Synology szerveren, egy 10G-s kártyával ellátott Synology szerveren iPerf-et futtattunk, és tulajdonképpen ez volt a mérési pontunk. A hozzátartozik az igazsághoz, hogy a Synology szervert teszteltük, és 5 gigabitet ki tudtunk mérni. Akkor lássuk a mért eredményeket. Azt előjáróban leszögezhetjük, hogy a referencia pontokon elég jó sávszélességeket tudtunk mérni. Hogy is néztek ezek ki, Peti? AX-es kártyával 1590 megabit per szekundumos feltöltési és 1250-es letöltés sebességet értünk el, míg az AC-s kártyával a feltöltésünk 1120 megabit per szek volt, a letöltésünk pedig 1020 megabit per szekundum. Azért ez nem semmi, tehát itt már látható, hogy a gigabites port az ki van maxolva. Bőven. Na de nézzük akkor a többi eredményt. Melyikkel kezdjünk? Az iPhone-nal várhatóan, mert az volt a leggyengébb. Nézzük az iPhone-t. Ugye ez egy AX-es kliens, 2x2-es rádióval. Ez melyik iPhone? Ez az iPhone 11 Pro. 80 MHz-en tud sajnos csak csatlakozni, tehát itt nem látjuk értelmét a 160 MHz-es rádiós csatornának, amit az AP ugyan támogat, de az iPhone nem, így ezt elbuktuk. És az antennájából adódóan elég satnya eredmények születtek, abból adódóan, hogyha már jó pár falon keresztül mentünk, de hát azért nézzük. A legjobb eredmények azok a 2-es és az 5-ös pontban voltak mérhetőek. Ott mennyi volt a maximum? 840 vagy 859. Míg upload irányba 662 vagy 651, hát elég hasonlatos eredmények jöttek ki. Ugye itt azt kell tudni, hogy ezekben a pontokban az AP-k, azok körülbelül ilyen másfél-két méterre helyezkednek el a klienstől, a mérési ponttól. Tehát látható, hogy a telefonnak ez valahol a maximuma, ez a legideálisabb mérési pont. És mi, hogyha van köztem mondjuk téglafal, válaszfal, milyen eredményeket? Hát, nagyon érdekes, mert egy téglafalon keresztül látható, hogy a 6-os pontban még mindig tudott 768 megabitet produkálni a telefon, ami megdöbbentő eredmény, nem gondoltuk volna.
sőt, még egy fallal távolabb is 440-429 megabitet produkált. De az csak gipszkartonfal volt. Igen, ott egy további gipszkartonfal leharapott körülbelül 200-250 megát a sávszélességből, de azért még mindig bőven egy elfogadható értéket kapunk. Tehát egy téglafal plusz egy gipszkartonfal után még több mint 400 megabit iPhone-nal. Igen, az tisztességes. Hát itt biztos, hogy belejátszik az, hogy 8 csatornája van, pontosabban 8x8-os az AP. És ugye, hogyha innen távolabb mentünk, és még több falat vetettünk be, hogy romboljuk a RSS-inket, akkor ott már olyan eredmények születtek, ahol 44, 37, 24, sőt, akár 15 megabitet is láthattunk. De ezek is gipszkartonfalak voltak. Igen, ezek is további egy vagy két gipszkartonfal bevetésével tudtuk degradálni ennyire a sávszélességet. Hát látható, hogy itt már azért küszködött, és egyébként 2-4-en hozta ezeket az eredményeket az iPhone. Melyik volt a legrosszabb mérésünk? Egyébként érdekes, hogy én úgy látom, hogy a 11-es pont volt a legrosszabb, mert ott 20 és 26-ot csinált, míg a 9-esben 15 és 37-et. Ugye a 11-es pont az egy kicsit eltérő a 6-os, 7-es, 8-as, 9-estől, mert itt 30-as falakból van több is, mire ugye az AP2-höz ér a jel a telefontól, és vice versa. Tehát itt látható, hogy azért még jó pár falon keresztül is kis működőképes marad a kapcsolat, de azért hozzátenném, hogy ez esetleges. Tehát ez egy laborteszt tulajdonképpen, itt nem számolunk olyanokkal, hogy ezekben az irodákban még 8-10-20-30 ember akár dolgozik, és tovább rontja a jelet. Itt viszonylag üres irodákról beszélünk, és a Wi-Fi AP is tulajdonképpen minimálisan van használva, mert az adott teszt kliens van egyedül felcsatlakozva, tehát nem osztja meg az airtime-ot semmi, hanem fókuszálhat a nagyon rossz tényezőkkel megáldott kliens kiszolgálására. És a 9-es pontban hány fal választotta el az AP-t a klienstől? Hát igen, a 9-es pont az egy érdekes dolog, mert ugye ott van nekünk egy főfalunk, egy téglafalunk, jól mondom? Válaszfal, egy 10-es téglafal. Igen, és azon kívül pedig van további 3 gipszkartonfal. Most azért azt is hozzá kell tenni, hogy van egy folyosó az egész mellett, tehát volt olyan elmélet, hogy a folyosón átjátszódik valamennyire a jel, verődött jel, de azért ezt láthatóan ellensúlyozzák a számok, tehát egy szépen lassan falról falra csökken a sávszélesség, bár azért a 7-es és a 8-as között jelentősen omlik be a több 100 megáról a 100 mega alatti eredményekre. Ez valószínűleg azért van, mert ugye az iPhone-ban egy relatív kicsi antenna van, kicsi antenna nyereségünkkel. Nézzünk valami más eszközt, például egy MacBookot. Hát a MacBookban ugye más a felállás, mert ott egyrészt AC-s a kliens, másrészt pedig 3x3-as vevőegységről beszélünk, ami ugye lehetővé teszi, hogy több rádió chain-t is használjon, habár több esetben azt tapasztaltuk, hogy a MacBook Pro csak két csatornát használt, tehát 2x2-ben csatlakozott a 8x8-as eszközre. Nem minden esetben, de az látható volt, hogy nem mindig használja ki a 3x3 adta lehetőségeket. Ettől függetlenül ugye jóval nagyobb antennával van ellátva, mint egy iPhone, jobbak is az eredmények. Nézzük az eredményeket, melyik volt a legjobb eredmény? Hát a legjobb eredmény az értelemszerűen, hogy az AP-k alatt született, itt 600 megabites, 650 megabit környékéket mértünk. Nem éri el az AX 2x2-es eredményt, ez ugye a újabb szabványból adódik, de ettől függetlenül ez egy nagyon-nagyon jó eredmény AC Wave-2-ben. Hát azért itt tudni kell, hogy nagy a különbség az AX meg az AC között kliens oldalon. Nagyon nagy feldolgozás, és AP oldalon is a feldolgozási képesség is jelentősebb. Az is egy érdekes tény, hogy ugye az elméleti sávszélességekhez közelebb áll a valódi sávszélesség az AX esetén, mint az AC esetén. Na, azért itt is érdemes megvizsgálni, hogy több gipszkarton és főfalon keresztül milyen sávszélesség csökkenések mentek végbe. Hát látható volt itt is, hogy a 600-ról egy főfal után 400 megabit lett, utána 250-300, utána 200-230, és utána lementünk, amikor már 4 falon túl voltunk, akkor is még 100 megabit, bőven 100 megabit feletti értékeket tudtunk mérni a 3x3-os klienssel, a laptoppal lényegében. Tehát akkor egy téglafal és 3 gipszkarton után, ha jól látom, 279/166 megabit per szekundumot mértünk. Igen. Az gyönyörű érték egyébként. Nagyon szép. Az nagyon szép érték ettől a felállástól, hogy ennyi falon keresztül mérünk. A 10-es pontról eddig méltatlanul kevés szó esett. Ez másik irányban van az eddigiekhez képest,
És itt is ugye több gipszkarton is főfalon keresztül, sőt egyébként a mérési pont az maga egy gerenda alatt helyezkedik el, ami talán tovább nehezíti ugye a csatlakozást. És még egy szekrényen belül ráadásul. Igen, beraktuk egy ilyen szekrény fakba is, hogy további nehézségeket gördítsünk a helyzet elé. Amit itt érdemes elmondani a 10-es pontnál, hogy egyedül a 3x3-os MacBook Pro tudott 5 gigán maradni, és ebből adódóan el is ért 120 és 70 megabitet. Ilyen rideg körülmények között is 100 mega fölötti eredmény is született, ami annak köszönhető várhatóan, hogy 3x3-as rádiója van, és ki tudta választani a ideálisat a csatlakozáshoz. Még egy szekrényben, gerenda alatt, főfalon keresztül, gipszkarton keresztül is. Ez szép. Igen, ez egy nagyon szép eredmény. Na, amint elmentünk a 11-es pontra, ott viszont nagyon csúnyán vergődött már. 2-4-en sem tudott 3 megabitnél többet fel irányba csinálni a kliens, tehát itt azért már láthatóan szenvedett rendesen. Igen, hát egyébként igen, ez abból adódik, hogy itt ugye nincs AC opció, hanem ennen tudott csatlakozni 2-4-re, és ebből adódóan ő csak annyit tudott csinálni, hogy 3x20 megát préselt ki magából, és ezt sem mondanám stabilnak, tehát ezt ahányszor mértük, annyiszor volt 5 mega, vagy 3, vagy éppen 9, tehát össze-vissza vergődött szegény, és nagyon sokszor 0 megabitet mutatott a sávszélesség teszt, tehát másodpercekig. Jó, oké, a MacBookról ennyit, és akkor jön a G14. Nézzünk egy jó gépet is. Nézzünk egy jó gépet. Igen, azt kell tudni erről a gépről, hogy ez egy elég tisztességes Wi-Fi szempontból, ez direkt többek között így is lett választva, hogy a Wi-Fi kliens az high-end legyen benne, hogy legyen egy olyan mérésünk, ami talán már referenciául is szolgálhat sok esetben. Ugye ebben a Intel féle milyen chip is van? AX200-es chip, hogyha jól emlékszem, ami 160 MHz-et is tud. Ez egyetlen olyan kliensünk. Igen, és láthatóan az antenna terén sem szűkölködik, tehát a nyeressége, a passzív nyeressége az antennának is tisztességes, mert jobb jelszintekkel csatlakozott jellemzően, mint az előző két eszköz. Mi volt itt a maximum sávszélességünk? Hát ezt te mondd, Peti, mert ez a te eredményed. Hát itt a maximum sávszélességünk 1280x1250 megabit per szekundum volt, tehát inkább átmentünk Wi-Fi-re, mert többet értünk el, mint kábelen. Igen, ezen a laptopon gigabites port van, és hát igazából többet tudtunk Wi-Fin. Ez egy érdekes inverse szituáció. Még az AP2 alatt is tudtunk 1100 és 940 megát csinálni up és down irányba, de ha megnézzük azt, hogy mit művelt falakon keresztül, még az is megdöbbentő. Na, nézzük. Mert a 6-os pontban egy fal mögött is gigabit feletti eredményt ért el. És egy téglafal volt. És ez egy téglafal volt, bizony. És nagyon szépen látható volt, ahogy a további gipszkarton falak jöttek egymás után. Lement 924 megára, 623 megára, majd 541 megára. De azért valljuk be, 4 falon keresztül még mindig 400-500 megás sávszélességeket elérni, az eddig az én életemben példátlan. Tehát én még ilyet nem láttam ilyen eredményt Wi-Fi-től. Én se. Elképesztő, amit tud. Azért a 10-es pontban már küzdött, mint malac a jégen, szokták mondani. Itt 2-4-en volt emlékeim szerint. Igen, ugye? Igen, ő volt, és lement már 2-4-re, úgy, mint az iPhone. 71 és 57 megát csinált. AX-en, igen, itt nagyon fontos. És a 11-es pontban, ami szintén elég mostoha, ott viszont egy 140-170 megát csinált. Itt is 2-4-en voltunk, vagy itt megcsináltuk az 5 gigát? Ez hogy volt, Peti? A 11-es ponton 2,4 gigát. Na, ez megint egy érdekes mérési eredmény akkor, mert látható, hogy 2-4, de az AX-nek a lehetősége az meghozza azt az eredményt, hogy bőven 100 mega fölött forgalmazzunk, 30-as, sőt egyébként az egyik fal az itt 2x30-as, mert ez egy dupla főfal, és azon túlmenően pedig a lépcsőháznak is van egy 30-as fala, tehát elképesztő mutatványt ugrott itt meg a Notebook 2-4-en. Hát nagyon várjuk az AX-es klienseket, amik támogatják ezt a frekvenciát, tehát a 2.4-et. Jó, rendben van, a sávszélességekben akkor dagonyáztunk eleget. Nézzünk átlag sávszélességeket. Oké, akkor megnéztük a sávszélességértékeket, amiket az AP-k produkáltak. De azért ahhoz, hogy összetudjuk vetni a különböző AP-kat majd, ugye a sorozatban, ahogy haladunk előre, fontos lesz összevetni az AP-kat, és ezért kitaláltunk egy pontrendszert, ami nem túl bonyolult, lényegében arról van szó, hogy az összes mérési pontot, a fel és a leirányokat, a elért sávszélességeket, ezeket összeadjuk és átlagoljuk, és így kijön egy adott pontszám. Itt ebbe tulajdonképpen mindig beletartozik minden, nem? Tehát, hogy arra gondoltunk, hogy a jelszint, az antenna nyereség,
az, hogy 40 vagy 80 MHz-et támogat az adott AP, avagy a kliens, ez mind ugye végighalad az összes mért értéken, ebből adódóan egy átlag egészen jó pontértéket adhat. Igen. A Cambium XV3-2-esnél az átlag feltöltésünk 482 megabit per szekundum, míg a letöltésünk 487 volt, tehát az összpontszámunk, a kettő összege 970 pontot kapott tőlünk. Azta. Na meglátjuk, ugye azért ez egy high-end AP, meglátjuk, hogy a kisebb és a közepes AP-k hogyan teljesítenek ehhez a ponthoz, valamint ez egy jó összehasonlítási alap, tehát ez a 970 pont, ez egy jó szám arra, hogy megnézzük, hogy mondjuk egy másik gyártó 8x8-as per 4x4-es AP-ja, az hogyan tud megküzdeni, hány pontot tud majd gyűjteni, és akkor mellé lehet tenni. Hozzátenném természetesen, hogy itt ugye nem nagy mennyiségű klienssel tesztelünk, tehát ez egy teljesen másfajta eredményt hozna, itt csak egész egyszerűen labortesztről beszélünk, meg lefedettségről. Ha már nagy mennyiségű kliens, Mumaimo teszt? Mumaimo tesztet is tervezünk, az ebben a sorozatban szereplő AP-kat megpróbáljuk kihajtani Mumaimo technikával is, tehát hogy egy időben több klienssel próbálunk adatot forgalmazni, és megnézzük, hogy az mennyivel tud több lenni, mint hogyha csak egy klienssel maximálnánk a sávszélességet. Nagyon érdekes eredmény lehet ez is. Majd később visszatérünk még erre. Jó, ebben az adásban ennyi fért. 970 pontot kapott az XV3. Következő adásban az XV2-ről, a kis testvéréről fogunk beszélni, és meglátjuk, hogy az hány pontot kap, milyen sávszélességet értünk el, mely kliensekkel. Jövő héten újra találkozunk. Ne feledkezzetek el feliratkozni. És nyomjátok meg a csengőgombot is. Sziasztok! Sziasztok!